egyes előtt mi történt? Egy az egyben hozta rám, megálltam, és úgy érzem, hogy kicsit nekem szaladt, és dobta magát, és befújták. Igen, ugye ennek fényében az első sárgalap az nem volt butaság egy kicsit. Hát egy fölösleges sárgalap volt, de hát azért fogtam meg a labdát, hogy ne dobják be, de hát a meccsen 30-ért lehetett volna még körülbelül. Igen, de hát a függetlenül 82 percig vezetettek, milyen érzés volt ez, tehát hogy így a pályán lenni, hogy a te góloddal vezettek ugye a legnagyobb rivális otthonában. Nagyon jó érzés volt, de az lett volna az igazi, hogyha sikerül elvinni innen a 3 pontot. Igazából a mérkőzésre akartam kérdezni, hogy milyen így már kvázi egy pont elején 98 percig végigvezetettek, aztán kaptuk egy ilyen kampot. Hát ilyen a foci, 90 percig játszák, az a hosszabbítás. Úgy érzem, hogy nem volt benne a játékukból gól, de hát sajnos egy lett az eredmény. Hangulat az olyan volt, amire számítottak? A hangulat az parádés volt, nagyon jó hangulat volt, hát ilyen meccset kéne többet játszani. Meccs közben gondolod erre, hogy lehet, hogy a te gólodra dől az első derbi? Nem gondoltam rá, a meccsre koncentráltam, és próbáltam játszani a játékomat. Köszönöm szépen.